Milliárd és milliárd fényévek, táguló univerzum, ősrobbanás, gravitációs hullám. Van, aki ezeket a dimenziókat nem csak hogy képes felfogni, de kutatja is, kérdéseket tesz fel, és egyenletekkel válaszol. Ilyen Raffai Péter, aki tagja annak a nemzetközi kutatócsoportnak, melynek három amerikai alapítója kapta tavaly a fizikusok Nobel-díját a gravitációs hullámok felfedezéséért. De hogyan magyarázza egy asztrofizikus a teremtés történetet? Miért foglalkozik több százmillió fényévre lévő galaxisokkal, távcsövekkel befoghatatlan dimenziókkal, és hogyan jut el az értelem útján az igazságig? Az első észlelt gravitációs hullám 1 milliárd évvel ezelőtt indult útnak a Föld felé. Einstein általános relativitás elméletéből derült ki az, hogy ha tömegek egymás körül mozognak, akkor ők maguk körül a gravitációs mezőt hullámoztatják, változtatják, és ez a változás hullámszerűen tovább tud terjedni, leszakadva a forrásáról, és egészen távoli objektumok ilyen gravitációs hullámai ide a Földre el tudnak érni, és mi ezekkel a gravitációs hullámdetektorokkal érzékelni tudjuk. Két fekete lyuk összeolvadását tudtuk először kimérni, kimutatni. Azóta már sikerült két neutroncsillag összeolvadását is kimutatni. Ezek egymás körül keringtek, miközben egymás körül keringtek, energiát veszítettek, mert gravitációs hullámokat bocsátottak ki. És az energiaveszteség miatt ezek egyre közelebb és közelebb kerültek egymáshoz, zuhantak egymás felé, míg nem olyan közel kerültek egymáshoz, hogy egymásba is értek, összeolvadtak. És ennek az egymás körüli keringésnek, majd összeolvadásnak, ennek a hosszú-hosszú folyamatnak mi csak az utolsó néhány tized másodpercét, vagy néhány másodpercét érzékeltük, mert ez az az utolsó szakasz, amikor annyira erős gravitációs hullám kibocsátó egy ilyen forrás, hogy azt mi itt a Földön ki tudjuk mutatni. Az első felfedezés az a Földtől 1 milliárd fényévnyi távolságra történt, ami azt is jelenti, hogy miután a gravitációs hullámok fénysebességgel utaznak keresztül a világűrön, ezért maga ez az esemény, amit mi 2015-ben észleltünk, ez az összeolvadási esemény 1 milliárd évvel ezelőtt történt, hiszen a gravitációs hullámoknak 1 milliárd évig tartott, mire ide a Földre érkeztek. Azt, hogy ez az összeolvadás, ez pontosan melyik galaxisban történt, hol és az milyen galaxis, ezt nem tudjuk. Volt azonban később, ez már 2017 nyarán történt, ez a bizonyos neutroncsillag összeolvadás, ami annyira közel történt a Földhöz, hogy ott bizony meg lehetett azt mondani, legalábbis meg lehetett tippelni, hogy melyik galaxisokban történhetett ez az összeolvadás, és az ELTE-s kutatócsoport adta meg tulajdonképpen azt a galaxis listát, ahol ez az összeolvadás megtörténhetett, és csillagászok ezután távcsövekkel ráálltak ezekre a galaxisokra, azért, hogy a két neutroncsillag összeolvadásából származó valamilyen objektum és az azt körülvevő maradvány anyagnak az utófényét megkeressék. És ezt sikerült is megtalálniuk, megtalálták abban a listában, amit mi adtunk a csillagászoknak, ténylegesen megtalálták azt a galaxist, ahol ez az összeolvadás történt, mert látták ennek az utófényét. Ez csillagászati szempontból nem olyan régen történt, mert hogy a csillagászatból tudjuk, a hagyományos csillagászatból, hogy maga a világegyetem az körülbelül 14 milliárd éves. És ebből a 14 milliárd évből egy 100 millió évvel ezelőtt történt esemény, ez bizony nem is olyan régen történt. Két ilyen detektor van az Egyesült Államokban, Washington államban és Louisiana államban, és mi, mint egy magyar kutatócsoport itt az Eötvös Loránd Tudományegyetemen ezekhez a detektorokhoz kapcsolódunk. Részben a detektorfejlesztő műszerfejlesztésben vettünk részt, részben pedig jelkereső programok fejlesztésével és gravitációs hullámforrások modellezésével is. A világ 14 milliárd évvel ezelőtt keletkezett. Hagyományos csillagászati eszközökkel, tehát fény megfigyelésével meg tudjuk állapítani azt, hogy a galaxisok tőlünk távolodnak. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy minden galaxis távolodik mindegyiktől, tehát nem arról van szó, hogy mi vagyunk valahol az univerzum középpontjában, és minden tőlünk távolodik. Ha átülnénk egy másik galaxisba, akkor azt gondoljuk, hogy ugyanezt látnánk. Minden távolodik tőlünk.
Ez azt jelenti, ezt úgy szoktuk fogalmazni, hogy a világegyetem tágul, a galaxisok közötti tér az, ami nyúlik, egy nagyon érdekes dolog. Viszont, hogyha a galaxisoknak a távolodását időben visszafelé követjük, hogy hogyan történhetett ez időben visszafelé haladva ez a folyamat, akkor ki tudjuk azt számolni, hogy bizony véges idővel ezelőtt a galaxisok közötti távolság nulla kellett, hogy legyen. Össze kellett, hogy érjenek ezek a galaxisok. Tehát ezt gondoljuk, ez a kiinduló pont, ami körülbelül 14 milliárd évvel ezelőtt lehetett, hogy innen indult ki a világegyetemnek a története, hogy pontosan ott mi történt, és főleg az, hogy előtte mi történt, erről a fizika nem tud semmit, nem tud nyilatkozni, hiszen ez már sem megfigyelésekkel nem vizsgálható, de még valójában az elméleteink sem működnek egy bizonyos időn túl. Hogyan fér össze az ősrobbanás a teremtéssel? Valójában szerintem a kiinduló pont nem ez, kell, hogy legyen a hit szempontjából. Ugyanis azt a kérdést, hogy a kereszténységnek igaza van vagy sem, nem az dönti el az, hogy ősrobbanás történt vagy sem, hanem az konkrét esemény az Jézus Krisztus személye, a Fiúisten megtestesülése, és mondjuk a feltámadása. Ha ez igaz, akkor a kereszténységnek igaza van. És mindent ebből a perspektívából kell vizsgálni. Ugye Szent Pál mondja azt, hogy ha Jézus nem támad fel, nincs értelme a hitünknek. Nem ahhoz köti, hogy a teremtés történet az hogyan zajlott, hanem Jézus Krisztus feltámadásához és személyéhez. Ha ez megtörtént, és ő itt járt, és azok igazak, amiket a Szentírás állít róla, akkor a kereszténység eldöntetett, igaznak bizonyult. És az érdekes az, hogy valójában ahogy az egész ősrobbanás elmélet indult, az nagyon erősen kötődik azért valahol a kereszténységhez, és konkrétan a katolicizmushoz, az talán egy kevésbé ismert dolog, hogy az ősrobbanás elmélet atyának egy katolikus papot neveznek, egy belga katolikus papot, Georges Lemaître. Ő fizikus is volt, csillagász is volt, de katolikus pap is volt. És hát tulajdonképpen a fizikai kozmológiának a kiinduló pontja szintén Einstein általános relativitás elmélete volt. Ebből az általános relativitás elméletből származik egy egyenlet, amit Einstein egyenletnek hívunk. És az, hogy a világegyetem tágul és annak tágulnia kell, az ennek az egyenletnek a megoldásaként jött ki. Most erre, hogy ennek az egyenletnek az a megoldása, hogy a világegyetem egészen nagy méretskálákon nem lehet statikus, nem állhat, hanem vagy tágulnia kell, vagy összehúzódnia, de nem állhat, és ezért nem lehet öröktől fogva létező. Ezt, mint matematikai megoldást többen ki tudták hozni. Az első ilyen alak, aki ezt ki tudta hozni, ő egy szovjet matematikus volt, Alexander Friedman, 1924-ben. De az ő megoldását tulajdonképpen széles körben nem hitték el. Azt elhitték, hogy matematikailag helyes, azt nem hitték el, hogy ez a fizikai valóságot írja le. Maga Einstein sem hitte el. És az, hogy miért nem hitték el, az annak volt köszönhető, hogy tulajdonképpen már akkorra a fizikában nagyon jellemző volt az a világkép, egy ilyen ateisztikus világkép, hogy a világegyetem nem keletkezhetett, hanem öröktől fogva létező, ami az szükségelteti, hogy egészen nagy méretskálákon minden áll. És Georges Lemaître, mint katolikus pap és mint fizikus, nem csak kihozta ezt a matematikai megoldást, függetlenül egyébként Friedmantól, akinek a megoldásáról nem is tudott, hanem arra is rámutatott, hogy márpedig fizikailag ennek kell lenni az igazságnak. És én azt gondolom, hogy ebben az, hogy azt a bátorságot honnan merítette, hogy ezt ki merte mondani, hogy uraim, ez márpedig fizikailag is ez a helyes, és nem csak egy puszta matematikai megoldás. Én azt gondolom, hogy ehhez a bátorsághoz kellett az, hogy az egyház vallotta azt, hogy a világegyetem az keletkezett, nem öröktől fogva létező, hogy a teremtés történetnek mondjuk ez egy központi gondolata. Isten minden tudást meg akar osztani velünk. A kereszténység egy nagyon egyedülálló vallásnak gondolom, bizonyos értelemben nem is vallásnak. Mert hogy egy központi kérdése volt a kezdetektől fogva a kereszténységnek, az igazságnak a kérdése. Mi igaz és mi nem igaz? És ehhez hozzájött az a tulajdonképpeni tapasztalat,
ugye a fiúisten megtestesüléséből és Isten önkinyilatkoztatásából, hogy Isten minden tudást meg akar osztani velünk. Hogy nem vagyunk többé szolgák, hanem ugye Isten fiak vagyunk, azzá emelt minket. És mindent meg akar osztani velünk Isten. Tehát az, ami több vallásban egy hozzáállás az igazság kérdéséhez, vagy akár az univerzum titkaihoz, hogy vannak kérdések, amiket ne firtassunk, mert hogy ez már az Istenre tartozik, és ez tabu, mi ezt nem szabad, hogy firtassuk. A kereszténységnek az alapüzenete lett az, hogy nincsenek ilyen tabu kérdések, mert az Isten mindent meg akar velünk osztani. És tulajdonképpen ez nagyon erősen motiválta, azt gondolom, már a kezdetektől fogva az egyházat, és általában véve a kereszténységet. És szerintem éppen ezért egyáltalán nem véletlen az, hogy a tudományos módszertannak egy tetemes részét bizony a katolikus egyház dolgozta ki, és ez a keresztény kultúrkörből nőtt ki, és maga a természettudománynak is egy tetemes része ebből a kultúrkörből és ebből a gondolkodásmódból indult ki. Volt hozzá bátorság, hogy ezt vizsgálják. Központi kérdéssé vált az, hogy mi igaz és mi nem. Az én hitem egy tanulási folyamaton keresztül alakult ki. Alapvetően nem egy vallásos családból származom, és az én hitem az egy tanulási folyamaton keresztül alakult ki. És azt gondolom, hogy az értelem egy meghatározó tényező volt ebben a hit kialakulásában, és meghatározó tényező volt az, hogy az én hitem nem is annyira a keresztény közegben alakult ki, mint inkább ateista gondolkozású, vagy akár kimondottan vallás és egyházellenes környezetben. Tehát én folyamatosan szembesültem a jogos kérdésekkel, az igaz kérdésekkel, de megpróbáltam ezeknek utána menni, ami elgondolkodtatott nagyon erősen. Ugye, hogy az ember olvassa a Szentírást, szerintem nagyon fontos, hogy ahhoz legyen egy értelmezés, történeti kutatások, teológiai értelmezés hozzá fűzve, hiszen van már egy óriási nagy tudásbázis, amiből meríteni lehet. Már rengeteg kérdés megoldott. Azokat érdemes inkább megtanulni, mert talán esélytelen is, hogy egy ember ezekre eljut. De az igazán meggyőző pont számomra az, és ezt javasolnám tulajdonképpen mindenkinek, hogy olvassa el a Szentírást, olvassa hozzá akár a magyarázatokat, de tegye föl magában azt a kérdést, hogy mi következik abból, ha mindez igaz. És gondolja ezt végig. És minél részletesebben próbálja ezt végig gondolni, és valójában az értelemmel, azt gondolom, hogy értelemmel belátható, hogy a végeredményben ami következtetésekre jutunk, hogy mi következik abból, ha mindez igaz, ez az, ami megállja a helyét, és ez az, ami értelemmel beláthatóan ez a logikus magyarázat, hogy ennek ott és akkor meg kellett történnie. Az ateista kérdés felvetése néha segít. Van egy viszonylag aktuális csábítása a kereszténységnek, amitől én magam szerény eszközeivel és tudásaival óvnám. Ez pedig az, hogy egy csapdahelyzetet alakíthat ki, hogyha érzelmivé válik a kereszténység, amikor megszűnik az a kérdés, hogy a keresztény tanításból mi igaz és mi nem, mert úgy is csak az számít, hogy mitől érzem magamat jól és mitől nem. Van egy ilyen irányzat, vagy egy ilyen mozgás. És ez nagyon veszélyes, mert ez alapvetően mond ellent a keresztény tanításnak, ami igazságra épül, és arra a kérdés, hogy mi igaz és mi nem, és nem, valójában nem arra, hogy mitől érzem magamat jobban, és mitől nem. És ez az, amiben például azt gondolom, hogy az ateista mozgalmak sokat segíthetnek bizony a kereszténység számára, vagy a keresztény kultúrkör gondolkodásmód számára, nagyon igaz és nagyon releváns kérdéseket tudnak feltenni, és arra tudnak rávilágítani, hogy bizony igenis olyan alapokra kell helyeznünk a kereszténységünket, ahol a központi kérdés az, hogy mi igaz és mi hamis, és nem az, hogy
mi az, amitől jobban érzem magam, és mi az, amitől kevésbé. Finomra hangolás. Az ősrobbanás elmélet szerint a ismert és megfigyelhető világegyetemnek valamiféle kezdete van. Azonban az ősrobbanás elmélet nem egy teljes elmélet. Vannak olyan természeti állandók, amiket az ősrobbanás elmélet maga is késznek feltételez, kezdő feltételként használ fel. Tehát már annak a folyamatnak a kezdetén, amit aztán az ősrobbanás elmélet leír, ezeknek a számoknak, természeti állandóknak az értéke eldőlt. És egy kutatásnak, egy aktív kutatásnak az iránya az, hogy próbáljunk meg valami olyan folyamatokat kitalálni, amik létrehozhatták ezeket a természeti állandókat, és beállíthatták olyan értékűvé, amilyeneknek ezeket most ma ismerjük. Ezeknek a kutatásoknak az az eredménye, hogy ezeknek a természeti állandóknak az értéke nagyon finoman beállítva olyan értékű, ami lehetővé teszi azt, hogy az univerzumban galaxisok tudnak létrejönni, csillagok, bolygók, és itt mondjuk egy olyan bolygó, ahol aztán az emberiség is létrejöhet. Ezt úgy nevezzük az ősrobbanás elméletben, hogy finom hangolt az univerzum. Ezeknek a természeti állandóknak nagyon pontosan olyan az értéke, hogy csak egy picit is eltérnénk ettől, már az általunk ismert világegyetem annyira más lenne, amiben nem jöhetnének létre galaxisok, csillagok és az emberiség. Például ilyen természeti állandó a gravitációnak az erőssége, vagy ilyen természeti állandó a világegyetem tágulásának az üteme ahhoz képest, hogy egyébként mennyi anyag van az általunk ismert és belátható univerzumban. Azt tudjuk, hogy léteznek ilyen számok, és több ilyen szám is létezik. Milyen elméletekkel próbálják megmagyarázni, hogy ezeknek az értéke ennyire pontosan arra hangolt, hogy ilyen struktúrák létrejöhetnek, és mondjuk az emberiség létrejöhet egy ilyen világegyetemben? Korábban létezett az ősrobbanás elméletnek egyfajta olyan kiegészítése, hogy bár a világegyetem tágul, de valójában, hogyha visszajutunk a kezdetekhez, ott egy visszapattanás történt. A világegyetem tágul, aztán visszazuhan, tágul, visszazuhan, és öröktől fogva ez a folyamat zajlik. Minden egyes ilyen tágulás és visszazuhanás során új természeti állandókkal keletkezik ez az új világegyetem, és persze az örökké tartó folyamat során egyszer csak eljutunk egy olyan világegyetemhez, amilyen a mostani, a miénk, amiben aztán létrejöhetett az élet, mert pont alkalmas ez az univerzum arra, hogy az élet létrejöjjön benne. Ma azonban tudjuk azt, hogy ez nem lehet igaz. Megfigyelések igazolják azt, hogy az a világegyetem, amiben élünk, az tágul, de gyorsulva tágul, ami azt jelenti, hogy soha nem fog eljutni addig az állapotig, hogy visszaforduljon, és zuhanás, összezuhanás legyen belőle. Tehát nem kizárt az, hogy a múltban egy örökké tartó folyamatnak a végén egyszer csak eljutottunk abba egy olyan univerzumig, ami aztán már nem zuhan vissza, de ez olyan meglehetősen valószínűtlennek tűnik, hogy a végtelen sok univerzum után most vagyunk először egy olyan világegyetemben, ahol ez a visszazuhanás nem fog megtörténni. Tehát valójában fizikai szempontból ez nem egy reálisan elképzelhető dolog. Hát egy keresztény tudós számára fennáll az a kísértés, hogy azt mondja, hogy akkor ezek a természeti állandók igazolják Isten gondoskodását. És közvetett módon valószínűleg erről van szó. Hitünkből eredően ezt mondhatjuk. Csak én azt gondolom, hogy nem állhatunk meg a kérdésfeltevésben, ezen a téren sem, és nem mondhatjuk azt, hogy akkor itt nincs mit kutatnunk, hanem nagyon is egy fontos célkitűzés, hogy minél inkább álljunk elő olyan elméletekkel a fizikán belül, kísérletekkel, megfigyelésekkel igazolható elméletekkel, amik akár magyarázattal tudnak szolgálni erre a jelenségre is. Magyarázzuk a csodát. Mi is a csoda? Mit tekintünk csodának? Általában ezt valami rendkívüli dologhoz kötik, ami a megszokottól eltérő. Egy keresztény szempontból ez szerintem más jelentést hordoz. Méghozzá valamilyen olyan esemény, amiben üzenet rejlik. Istennek valamilyen üzenete rejlik. Valójában, hogyha a világ teremtett és van teremtője, akkor azt gondolom, hogy nem függetleníthetünk semmilyen teremtményt a teremtőtől, és valamilyen módon a teremtmény mindig hordoz üzenetet a teremtőjéről. Természettudós számára egy kísértés mindig fennáll. Éppen ebben rejlik, hogy mit tekintünk rendkívülinek, és mi az, ami számunkra természetes. Hogyha azt gondoljuk, vagy azt képzeljük el, hogy
én elengednék a kezemből egy követ, és az felfelé kezdene el esni, akkor egy természettudós, aki törvényszerűségeket keres, az nyilván a természetes reakciója, hogy ismételjük ezt meg, nézzük meg ezt még egyszer. Mondjuk megismételjük újra és újra. És mindig fennáll a csábítás, a kísértés egy természettudós számára, hogy amikor sokadjára lát egy jelenséget, akkor azt mondja, hogy hát ez nem is csoda, hát ez természetes, nem? Kitalál rá egy nevet, kitalál rá egy egyenletet, amivel le tudja írni a jelenséget, de én azt gondolom, hogy ez nem szünteti meg a jelenség csoda jellegét. Tehát miben más ehhez képest az, hogy a dolgok lefelé esnek, és elneveztük gravitációnak, és valami kiszámítható képletet, egyenletet társítottunk hozzá. Ha igaz az, hogy a teremtmény mindig hordoz valamilyen üzenetet a teremtőről, akkor valójában a fizika, vagy általában a természettudomány az Istennek azon csodáinak a tudománya, amit kiszámíthatóan és megbízhatóan végez. Jézus első csodája. A csodákkal kapcsolatban van egy szentírási történet, amit én nagyon szeretek. Nagyon tanulságosnak gondolom. Ez pedig a kánai mennyegzőnek a története, ahol Jézus a vizet borrá változtatja. Azt mondja Jézus szolgáknak, hogy miután a mennyegzői lakomán elfogyott a bor, a korsókat, az üres korsókat töltsék meg vízzel, és szolgálják fel a vendégeknek. És úgy beleképzelhetjük magunkat a szolgák helyébe, valószínűleg nem keveset kockáztattak azzal, hogy hallgattak Jézusra. Azt is el tudom képzelni, hogy azért nem igazán hitték, hogy itt bármi dolog történik. Valószínűleg arra számítottak, hogy vizet fognak felszolgálni, és hogy ebből azért botrány lehet. És a történet szerint mégiscsak volt bátorságuk ezt megtenni, mert abban az emberben hittek, aki ezt mondta nekik. Feltöltötték a korsókat vízzel, és felszolgálták a vendégeknek. A vendégek megkóstolták, majd ugye azzal álltak a vendéglátó elé, azzal a reklamációval, hogy hát ez a legjobb bor, miért nem ezzel kezdted, miért nem ezt szolgáltad föl először. És alapvető különbség van az ő hozzáállásuk és a szolgák hozzáállása között. Ugye nem derül ki a történetből a szolgáknak a hozzáállása, de azért elképzelhetjük, hogy ők azok, akik tudták, hogy az előbb ez még víz volt, és most meg már bor. A csodát ők élték meg, azok élték meg, akik részt vettek benne, akik előtte zajlott. És volt egy másik embercsoport, aki pedig már csak a csodának a végeredményét érzékelte, és ők még úgy is álltak hozzá, hogy miért nem jött ez előbb? Ez hol volt eddig? És olyan természetesnek gondolják, hogy bor van a mennyegzőn, és ezt kapják, és csak azon háborognak, hogy miért nem a legjobbat kapták elsőre. És bizony ez a természettudományban is megjelenik, és itt visszautalnék arra, hogy a jelenségeknek a csodája és a rendkívülisége. Mi rendkívüli és mi az, ami természetes? A felfedezett jelenségekhez, természeti jelenségekhez mindig állhatunk úgy hozzá, és szerencsés az, akinek ez megadatik, mint a szolgák, akiknek a szeme előtt történik, és azzal, hogy szemük előtt történik, és részt vesznek ebben a csodában, tulajdonképpen ebben a felfedezésben, látják és értik, hogy ez már pedig valami rendkívüli. És vannak mások, akik pedig már az egésznek csak a végét látják, egy természettudományos felfedezés eredményét, egy technológiai fejlesztésnek a végeredményét, és nem is az jut eszükbe, hogy hát valami csodánk van, valami csodát kaptunk a kezünkbe, valami rendkívülit, hanem adott esetben még reklamálnak is, hogy ezt miért nem adtátok előbb. Egészen más a hozzáállás. A résztvevő hozzáállása és a haszonélvező hozzáállása között.